el fogja dobni, rövid! Van még 3 másodperc, durrancsuk rá! Kosár! Mekkora kosár! Kellemes, szinte földön túli emlékeket őrizhetünk a legutóbbi oroszlány elleni hazai mérkőzésről, amikor Lenzel Smith a félpályáról szórta be a dudaszós triplát, amelyen 85-82-re nyert az Alba. Hasonló bravúr nem sikerült a bajnoki nyitányon Pakson, simának indult az élvonalbeli tagságát éppen, hogy megőrző atomvárosiakkal szembeni derbi, ám hiába valónak bizonyult az Alba 19 pontos előnye, végül hosszabbításban 93-84-re kikaptak Vojvoda Dávidék. Kezdőben volt a mérkőzés, nyilván a meccs elején voltunk még, ettől függetlenül azért egy 20 pontos vezetésre nem szabad kikapnunk. Nyilván első mérkőzés volt, azért még látszott a csapaton, hogy nem vagyunk összeszokva. Ugyan nagyon keveset tudtunk együtt készülni itt a felkészülési időszakban, de ettől függetlenül azért 15 percig szerintem kifejezetten jól játszottunk. Működött a vérekezésünk, megvoltak az extra passzok, tényleg azokból tudtunk gyorskosságokat szerezni, és utána valamiért kicsit összeestünk. Nyilván tudtuk azt, hogy azért a Paks nem fogja rosszul dobni, hogy az első fél időben, illetve a másik az, hogy olyan tempót diktáltunk, főleg az első 20 percben, ami szintén azért csoda lett volna, hogyha ez egész mérkőzésen kitart. Sajnálom, hogy nem sikerült a bajnokságot győzelemmel kezdeni, ettől függetlenül egy mérkőzés telt el a bajnokságból, tehát a világ nem dőlt össze. Nyilván kielemeztük a hibákat, most itt az oroszlány ellen lehet javítani, felkészültünk belőlük. A csapat célja természetesen az, hogy az első hazai meccsen győzelmet arassanak az előző idényben a negyed döntőig jutó OSE ellen. Az oroszlány is az idei bajnokságban teljesen kicserélődött, talán egy-két magyar játékos maradt meg a tavalyi szezonról, az idegen légióség teljesen kicserélődtek, abszolút nem ismerem őket. Többé-kevésbé azt hiszem délszláv játékos érkezett hozzájuk. Biztos, hogy egy kellemetlen ellenfélről van szó. Az első mérkőzéstük megnyerték otthon a Körmend ellen, úgyhogy biztos, hogy egy pozitív töltettel jönnek majd hozzánk. Ugye a két város közel van egymáshoz, úgyhogy biztos, hogy az oroszlány szurkolók is szép számmal fognak jönni. Nagy öröm, hogy a mi közösségünk is ki fog jönni, úgyhogy én egy jó hangulatú teltházas mérkőzés várok. Az Arkonik Alba Fehérvár oroszlány elleni hazai mérkőzése szombaton 17 órakor kezdődik.